Huszár üd Géza 8 Bástyát. Így sakkoznak a látássérültek. Érdekes játékok keretében a fogyatékkal élők világával ismerkedhettek meg Salgótarján középiskolásai november 6-án a főtéren. Kipróbáltam, hogy vakon milyen formákat lehet keresgélni és belerakni ebbe a dobozba. És hát eléggé nehéz, mert szemeddel nem látod, és az érzékenyre kell tapasztalatodat kell úgymond belevezetni. Próbálni kell tapintással megnézni, hogy ez négyzet lehet, vagy háromszög esetleg. A játékos délután a fiatalok szemléletformálását célozta meg. A megismerés a tolerancia és az elfogadás jegyében. Úgy gondolom, hogy ők is teljesen ugyanolyan értékű emberek, mint mi vagyunk, szóval elfogadásról, vagy nem elfogadásról olyan szinten lehet, vagy kell beszélni, mint ahogyan egy átlag emberről beszélnénk. És az pedig, hogy mit tudtam meg. Kicsit közelebb kerültem, és a pontatlan információim helyett már pontosabb információkat tudtam szerezni, és megismerkedhettem azzal is, hogy nekik tényleg olyan életük van, mint nekünk, csak az benne a nehézség, hogy nem fogadják el őket sokan. Ez az A betű. Ez az L betű. Többek között a Braille, vagyis vakírást. Úgy, hány ujjamat mutatom? Nem tudom. Jó, látom. A fehér bottal járást. És a kerekesszékkel való közlekedést is kipróbálhatták a vállalkozó szellemű érdeklődők. A program az autizmus hetének keretében került megrendezésre. Leginkább a középiskolás korosztályt próbáltuk megbevonni, de nagyon örülnénk neki, hogyha mindenkit meg tudnánk szólítani. Azt szeretnénk, hogyha többet tudnának az emberek a fogyatékos emberekről, a problémájukról, és nem sajnálnák őket, hanem egy nyitottság alakulna ki, tehát lenne mindenkinek helye ebben a történetben. Én azt gondolom, hogy magától senki nem fog érdeklődni autizmus vagy másféle fogyatékosság iránt. Nekünk kell az első lépést megtenni, nekünk kell nyitni, és azt hiszem, hogy ha ez jól sikerül, akkor ők fogékonyak lesznek. Napi szinten kellene iskolánként foglalkozni a kérdéssel, mert aki megismeri a fogyatékkal élőnek a másságát, és azt el is tudja fogadni, akkor van rá lehetőség, hogy egy normális élhető Salgótarjánban éljünk. Közelebb hozzuk az embereket egymáshoz, ez a célunk. A szervezők másik célja az volt, hogy erősítsék az együttműködést a fogyatékkal élők szervezetei, valamint az önkormányzat és a különböző városi intézmények között. Elemi fontosságú a társadalmi kohézió egy településen is alapja, hogy egymást el tudjuk fogadni, és együtt tudjunk élni, együtt tudjunk működni. Nekem személy szerint is nem csak politikai vagy polgármesteri, hanem a szabad ezt mondani, lelki emberi kérdés a bármilyen fogyatékkal élő ember vagy emberek közösségének, családjaiknak a segítése. Én nagyon örültem, hogy tudtam beszélni már az Autista Egyesület elnökhelyettes asszonyával a héten, és egy nagyon rövid beszélgetésben már, hál' Istennek, találtunk olyan pontokat, ahol az önkormányzat fog tudni segíteni abban, hogy tudjanak újabb lépcsőfokot lépni. Részint az elfogadottságban, részint pedig abban a nagyon kemény munkában, amit ők a családjukban, hát és a szélesebb társadalmi közegben el kell végezzenek. Az együttgondolkodás jegyében egy fórum is szerveződött a program keretében, ahol nem csak szakemberek, az önkormányzat, a civil szféra, a helyi egészségügy és az oktatás képviselői, de a közvetlenül érintettek is jelen voltak. A beszélgetést Fülöp Attila, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős államtitkárság kabinetfőnöke nyitotta meg. Talán a legfontosabb, ha erről beszélünk, akkor nem az a fajta akadálymentesítés, vagy nem csak az a fajta akadálymentesítés, ami a fogyatékos embereknek fontos, hanem az a fajta akadálymentesítés, ami a többségi társadalomnak a gondolkodását jelenti, mert hogy ezért ott komoly problémákban, vagy komoly falakban is lehet ütközni. Fülöp Attila a fogyatékkal élők, valamint a többségi társadalom közötti távolság csökkentését az egymás megismerésében és a helyes információközlésben látja. A fórum keretében a résztvevők többek között a fogyatékkal élők helyzetének javításáról, valamint a jövőbeli együttműködés lehetőségeiről is beszéltek.